Pest megyében a választásra jogosultak közel 44%-ait alkotmányos jogával a kötelező betelepítési kvóták ügyében megtartott népszavazáson. A megye 6-os számú választókerületének eredményeiről a térség országgyűlési képviselőjét Vécsei Lászlót kérdeztük. Simándi József születésének 100. évfordulója alkalmából zenés megemlékezést tartottak a Kistarcsai Civilházban, a Kistarcsai Kulturális Egyesület szervezésében. A szépkorúakat köszöntötték Kistarcsán az Idősek Világnapja alkalmából. Az Alapszolgáltatási Központ által szervezett kétestnek idén is több száz vendége volt. Szadán voltam kántor tanító címmel mutatták be Szadán a Vásárhelyi József tanító úrról televíziónk által készített filmet október 3-án.